Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a terve? Hogy közeledik hozzád? Ezt megnézzük ennél a szerelmi jóslásnál, gyertya mágiával. Ehhez nagyon passzol ez a piros színű gyertya, hiszen jelképezi a szerelmet. A videó végén átküldöm az energiát, ezt a szerelmi energiát a gyertya mágiától, de ez már most is érezhető. Nos, most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt bal oldalon van a lelki társad, vagy oldal a férfiakra. Ezzel szemben itt jobb oldalon vagy te, ha te egy hölgy vagy, tehát utal a nőkre. Itt ez a kártya alul azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Van üzenet a madaraktól, ez a kártya az én saját kártyám, és itt a férfiaknál látható a madár üzenete, mert jelenti az ő kívánságát, mégpedig a párkapcsolatot. Ami téged illet, a madár üzenete, hogy te most nagyon érzékeny vagy, érzékenyen reagálsz bizonyos dolgokra. És mit üzennek a kártyák? Megnézzük a lelki társadnál. Itt látható, hogy ő olyan meggondolatlanul cselekszik. Akarja, hogy előre menjenek az események. És pontosan emiatt vannak itt nála korlátozások. Mert olyan hirtelen jönnek az események, minden úgy előre rohan, és a falba ütközik, és érzi azt, hogy nem cselekedett helyesen. Kell a türelem. Itt látható, hogy ő majd miután itt a falhoz ütközött, majd megnyugszik, visszahúzódik egy pillanatra, ami nála fontos a biztonság érzete, és akkor lesznek tervek, és lesznek elképzelések. Itt a háttérben megjelenek más személyek is. Ez számára egy nagy kihívás volt, hiszen emiatt is vannak itt még korlátozások, de ő győzni fog, ha megvan ez a belső nyugalom. Ez a kép jelentheti azt is, hogy meditál valami felett, és itt a háttérben ez a kép jelenti az ő elképzeléseit. És mi konkrétan az ő terve? Hogy legyen egy új kezdet, hiszen a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus indul. Itt a kelyhekről van szó, tehát érzelmekről. Érezhető ennél az elképzelésnél, ennél a tervnél, hogy jó gondolatai vannak, csak az a fontos, hogy ne túl sokáig legyen visszahúzódó, és ne siesse el a dolgokat. Itt kell a középút. Nem csak itt láthatóak a kelyhek, hanem itt is, és a kelyhek jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt látható a vidámság. Ez lehet egy ünnepség is. Vagy azt is jelentheti, hogy ő érzelmekkel közeledik hozzád, és kettőtök között kialakul egy kapcsolat, és ebből kivirágzik valami. És most megnézzük a te képeidet, ha te egy hölgy vagy. Itt is vannak még kihívások, nehézségek. Te is tervezel egy új kezdetet,
hiszen itt is megjelenik a 10-es szám, amikor egy új periódus indul. Nála látható itt az élet öröm, viszont nálad másképp hat ki ez a kártya, hiszen sok mindent cipelsz. Lehet, hogy sok a dolgod, és minden olyan nehéznek tűnik. Engedd el ezeket a dolgokat, vagy kapcsolatokat, ezt a helyzetet, hogy minden könnyebben legyen. De mielőtt te ezt megteszed, itt még mérlegelni kell a dolgokat. Ami fontos ennél a jóslásnál, azt jelenti ez a kártya, hiszen elmagyaráz mindent, hogy miről van végül is szó. Nálad ez egy átmeneti állapot. Te elhagytad az egyik partot. Közeledsz az új parthoz. Ezek a megújulások, vagy egy új lehetőség, ezek a változások. A baj csupán az, hogy az új partot még nem látod. És itt, mint ez a királynő, megvan nálad ez a vágy, hogy tisztázz bizonyos dolgokat. Hiszen ez a királynő, aki te vagy, uralkodik a levegő eleme felett, az jelenti a szabadság érzetét, a terveket, az ötleteket, itt döntésekről is szó van, azon kívül szeretnél tisztázni valamit, vagy tisztán látni a dolgokat. De itt felül ez a kártya jelenti azt, hogy ez egy átmeneti időszak. Lehet, hogy még nem látható az, hogy mi közeledik, vagy hova érkezel oda, de nem baj. Légy még kicsit türelmes, és várd meg, amíg ő is jelentkezik, amíg közeledik hozzád, hogy milyen események várnak rád, és itt látható már ez a közeledés részéről, útban van hozzád, de ez a kártya mutatja a múltat is. Lehet, hogy itt vannak emlékek a múltból, de azt is jelentheti ez a kártya, hogy rajta kívül még van valaki, aki visszatér a múltból. Itt látható az egész világ. Tulajdonképpen ez egy nagyon örömteli kártya, amikor valaki boldog és átölelni az egész világot, de nem csak erre utal, hanem jelenti a külföldi kapcsolatokat. Lehet, hogy ez a férfi külföldről jön hozzád, vagy valaki visszatér a múltból, és jelenleg még külföldön tartózkodik. De jelenthet egy utazást is. És én úgy érzem, hogy az ő terve az, lehet, hogy ez lesz, ez az örömteli hír, hogy legyen egy utazás, vagy meglátogattok valakit külföldön, vagy nyaralni akar veled, és ez a terve. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját. Helyezd magad kényelembe, csukd be a szemedet, ugyanúgy, ahogy itt a kártyán látható, meditálj valami felett, de csak egy témát válasz. És higgy ebben, hogy ez az álom, ez az elképzelés megvalósul. A gyertya mágia segít majd ebben. Hogy érzed magad, hogy hat ki rád? Örülnék, ha leírnád a kommentárba. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!